bosszú pulusz, és ez mi? Ez latin? Ennyikor tanultál latinul, ne viccelj már! Hát lupus, ja, lupus, az farkas. Lupulus. Ja. Pulus, lupus. Ennyikor mit is szól? Én most semmit, de kaptam egy gyönyörű komlót. Komló, és mire jó a komló? Hát aztán belül lesz a sör. Sör, ebből? Hát remélem, nem tudom. Nem, figyelj, annyikor ezt nem érted a komlónak, nem az a lényege, ebből nem lesz sör, a sört ezzel ízesítik. Aha, én nem értek hozzá, de már nagyon várom, hogy ki nem hallottam, hogy akár 10 méterre nem. Jó lenne azt hiszem átültetni is, mert azt hiszem hosszú gyökere lesz, és sokat locsolni és napfény. Akkor erkély? Nálunk Csepelen? Hát úgy kéne, hogy a gyökerét bevisszük a lakásba, és a növényt kiengedjük az erkélyre, és akkor felengedjük a tizedikig. Szóval a lényeg, nyernünk kell, mert azért képzeld el, hogy a következő komlót úgy hívják majd, és mindenki ezt fogja rendelni, kocsmablokk komló. Kocsmablokk? Hm? Vagy puska komló. Vagy puska komló. Mert ugye a komlókat jellemzően azt szerint nevezik el, hogy mi volt a hely, ahol először termett, vagy éppen ki az, aki nemesítette. És hogyha csepeli erkélyen termesztjük ezt mi, azért annak mi a fajta neve?